15 évvel ezelőtt bekerültem egy művészeti képes bibliába, azt is talán mondhatom, hogy ilyen most ebből nagyon érdekel, nagyon tartalmazó albó van, amikor a címe modern, és ennek a végén ott volt, hogy és folytatása következik, ez 1974 után mindig szólt, és ott volt körülbelül egy reprodukció, aminek az eredetére most úgy látható jövő a falon, az a címben, hogy katonatisztek Disznóton, és nekem mondom, ennek az egynek van, ha lehet azt mondani, politikai töltete, de még az se, ez a balkáni szerbháborúra, itt a hatilát láttam, ami ott engem nagyon-nagyon megrázott akkor ez az esemény, és végül is ez volt a motiváció. De nagyon sok minden persze benne van, több minden művelésebe lehet. És ezt Tamás ragaszkodott hozzá, hogy ez a kép legyen itt, mert amikor tanulmányokat végzett, akkor ez neki nagyon fontos volt. És el is kérdezett a Rúzomból, illetve a cégvel kérdezett, és így kellett ilyen. De nem ez az első, amit időben nem első, vannak itt régebbi munkák is. Épp a sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy tisztelőbb egy kombinált udvarán ott különböző vasanyagokból, lemezekből, én esztergályozásból származom, forgácsokból állítottam össze ilyen absztrakt fotókat, műveket, alkalmi műveket. Például ezek talán a legelsők, amik itt vannak, de vannak persze olyan művek is, amik ikonikusak, és vannak, amik nem teljesen, de minden részlet számít, én úgy gondolom. Úgyhogy egészen kis rázoktól én örülök felvenni ki. Nem is tudom, most tényleg nehéz nekem beszélni magamról, volt egy beszélgetés a sajtó bemutató, Nyilai Balázsra beszélgettél, és mi hallgattuk ugye, és hogy nagyon egy jó ritmus van a saját világodból, lazán és könnyedén, és a magadra tartva válaszoltál. És a Balázsra volt egy kérdése, mondjuk azt, hogy mondjuk egy képről mondjál valamit, és azt mindig nagyon szeretem, amikor a képek kapcsán lehet megszólalni, mindig állhatnak általános mondatok, kiállnak, beszélnek, bemennek a tévéből beszélnek, és nincs ott a kép, amiről szó van. És hogy ha lehetne nektek itt megismételni egy képpel, mondjuk, hogy itt állunk mindannyian, esetleg, hogy erről a képről elmondanám, mert hogy a környezetet, a lévő világra reflektálsz, hogy valami megérni téged, és akkor ez képet mindig egy egyéni élményből. És hogy egy ilyen hogy gondolkozik ki, hogy ez van a sűrű szögés, gazdag, de hát, hogy egy ilyen kép hogy alakul ki, és ezzel egy kicsit modelleződne is az, hogy milyen módon esetleg, hogy lehet a képvédet olvasni, hogy nyitsz meg egy ilyen képet annak, aki néz és látja, hogy van egy komplex és festőre gazdag, de hogy indult el a képvel, ami szemben van előtt? Hát igen, én úgy gondolom, legalábbis senki ilyen, úgy vagyok összegyúrva, hogy nekem nagyon fontos a személyesség, és az ezekből fakadó élményeknek a feldolgozás, ábrázolása. Ez tényleg lehet bármi, ez lehet az, hogy egyszerűen csak megyek a szemben a Sáros utcán, vagy a nyugodó. Ez a szemben ez? Igen. Tudjuk, igen. Tehát végül is Budapesten ábrázolni egyetemre,
tehát ha mondjuk meg kell néznek egy londoni iskola című kiállítást, azért fel kell jönnöm mindent, tehát azt nem hozzák meg őszemelére, ez tényleg. Bármilyen jó lenne. És a bukremére kiállítással viszik meg őszemelére. Kicsit óckodom a szemelei megméretetéstől, hogy megítélnek az emberek, valahogy ettől egy kicsit tartom. Tehát például, tehát fontos a személyesség, de éppen most hallgatok a beszélgetőt, hogy igen, fontos, de ez csak szűk környezetben, intimum környezetben, mint például, ami most is itt van, mert ha elmegyünk, akkor már nincs semmiféle magyarázat. Tehát most ez mondjuk azt, hogy ilyen ott volt, most tudnék erről, akikről beszélni. Csak annyi, hogyha nézzük, és egy gazdag színvilág faktúrájú gazdagon az hozott kép, csak annyi mit látok, hogy persze van a ház, meg fal, meg egy tancsikában egy ember, meg még más is, hogy eljárulnál te jövőtei, elkezdesz leáltározni a termékeid, vagy élményeid alapján, amit látok is, miért látok úgy? Hát igen, mondjuk ennek az a címe, hogy papám dolgokán eladó. Most a cím egy kicsit összefügg a képpel. Annyi van, hogy ez a szülői ház. Ez a táblázolja, de abból nem látunk csak a fészer, a kocsém mögött, aki táblázol a kép, és ott elő pedig a kockaházaknak a sarka. Tehát ennek is van egy története. Most a közösszok a kockaház, ez a kádári kockaház. Kádári kockaházról beszélünk, mert Szemere ilyen módon is két ketté van hozva, vannak a hagyományos parasztházak, ami egyébként a népművészetre semmi köze nincs, mert a 30-as években tervek alapján készítették el, és típus tervek alapján, mert a TBC miatt ki kellett terelni a házakat, és így születtek ezek az állítólagos házak, 20-as, 30-as, 40-es évek, és aztán jöttek ezek a kádári kockaházak. Hát a miénk azért az, mert amikor édesapám hazajött a hadifogságból, akkor kapott egy kárpótlásról egy porta helyet, így hívták, egy kertet, amire építkezhetett. És ugye ez a 50-es évek legeleje, és hát ilyen nem egészen profi anyagokból, de elkészített a házat. Csak igazából ez a hátsó udvara? Ez a hátsó udvara, tehát ahol mi állunk, most mi ott vagyunk az egyik szilvafalnál. Igen, tehát még a kockázatot előre látok, most egy hátsó udvar, zárójel. Ez a hátsó udvar. Nagyisvár és a házatot megörökítette, akkor a hátsó udvaron keresztül egy teljesen nem reprezentatív nézők ott van észre a házat még 10-es években, és itt az öcséd, aki Tancskával tolja a lehullott bírsalmát. És itt pedig van egy kuparc, ami tartalmaz ilyen műanyag, sepényelet, napernyőnek a tartóját, fatuskót. Tehát van itt egy ilyen romos rész, elől pedig még lehet látni a kaput is, a kifelé tetszett kaput. Itt egy frissen zöldelő kis fácska, mögötte pedig egy sűrű szövésű lombulatotta valami. Igen, az magyarul. Ha igen, és akkor az égnyelben sűrűsödik a felület, de igazából magyarul látunk benne. Igen, az volt a szándékom ezzel a képpel, hogy mondjuk azt, hogy apámhoz méltó festményt, tehát festői festményt készítsek. Nem, most nem próbáljuk. És a festői festmény az ugye azt jelenti, hogy aki festő, az a festőkben dolgozik, felületben fordulva. És a nagy festőknek az egyik ilyen, nagyon sokszor ugye úgy illetek visszadott igazán, hogy a festői felület alapra elmondunk, ránézünk egy képre, tudtuk, hogy nagymestere van a dolgunk, vagy nem. Ahol nem maradhat, megmozgathat, szóval nem megmozgatott felület, annak az izgalma, különlegessége, sűrűszövése, összeilleszkedés a különböző részei a festménynek egységessé kellett, hogy váljon, és ez a tudomány, ahogy különböző részek már a részeiben is izgalmasak, vagy hogy esetleg kocsajában tükröződik annak a magyarok okoroknak az állített össze, hogy akkor mégis szövetet látunk, ha tetszik valakinek, mert maradt egy ember, de egyébként, hogy össze-vissza van,
Egyébként kitisztázódik, ahogy az ember néz minden mestereknél, mert egy látványélmény is, ami átmírva a foltrendszerrel, nagyon delikát és gazdag foltrendszerrel, és akkor az égnél maradtunk, hogy ott a madarak az égnél. Hát igen, mondjuk még annyit hozzátehetnénk, hogy látszólag mondjuk ilyen rendetlenség van. De nincs, mert ez maga, ami ott van, az organikus természetnek a része. Ugyan, hát egy tehát egy művelt természet része, idézőjelben tehetjük a műveltet, de mégiscsak az. És van valóban egy szinte elvárva egy felső rész, ami ha nézzük, akkor mégiscsak szervül magához a többi, a két alsó részéhez. Ott kicsit ilyen vibrálós, mondjuk a szerület van első ránézésre, de aztán ha jobban megnézzük, akkor madarak röpködnek, fehér galambok és fekete galambok, vagy úgy is mondhatnám, hogy fekete madarak és fehér madarak, amik közé ugye benyúlik az elvadult szilvafának a rózsaszín árvai, csupaszak. Tudom, hogy lombos fát sokkal nehezebb festeni, mint ilyen vonalas fát, de ezután nem azért nyúltam ide, hogy ne legyen lomb, hanem ez pont egy ilyen időszak, tehát fontos volt az is, hogy ősz legyen, ami ugye egyrészt... Próbálom összefoglalni, hogy közül szólok az elejével. Amiben látjuk a hátsó udvart, ami a édesapának, a kiházatok, ami a személyes kötődés van, annak van egy kevéssé reprezentatív nézőpontja, ami viszont itt a képen azt a faktúra felület, a festőiség miatt fantasztikusan izgalmassá válik, ilyen külön felfedezhető motivumok vannak rajta, pedig csak annyi történik, hogy a testvéred ott áll a bírsalvákra, rozsdás talicskával, és a földrajzi azt mondott, hogy a maradékok, vagy olyanok, amik nem tudom, ott maradtak, naperdő, vagy én eszettelen egy lehet, hogy nem az egy mosdó, illetve nem egy mosdó, ami ott az a fehér tesz jobban tudod. Tehát egy olyan, amit a magyar falun, vagy esetleg még a városok is kidobva, ott látom, ha tetszik, nincs rend, vagy spontán csak oda kerül, de mondjuk a közterületeken, amit a fölötte mindenfajta rohadó, vagy nem rohadó, ott maradt, sorsára váró tárgyak vannak, amik így összeszervülnek ezzel a magyar okorral, a figurával, a hátsó kerttel. Ez mind talán még reális is lenne mind, az ég az meg pedig egy faktúra, de egyébként nem reális, mert ilyen sűrű madarakat nem látunk ebben a olvasaton, ahogy itt van. És hogy akkor ezzel átlép egy másik rész is, egy másik tartományba, vagy a nem reálisba, hogyha ilyen sok galambot fonsz az égre. És hogy... Most meg visszaadnám neki a szót. Nagyon jó. Köszönöm, hogy elmondtad. Viszont az, hogy ezt mit ábrázol, azt nem tudom megmondani, hogy a sorodban mit mondtál. Semmiképpen nem mondtál. Egyébként sokszor csak úgy odafestek valamit, mintha valami lenne. És ez lehet, hogy elég is, mert lehet, hogy a nézőnek jelen valamit, amit én gondolok, hogy esetleg az lenne, de mégsem az. Tehát sokszor van így, hogy egyszerűen oda kívánkozik valamilyen fájnak tűnő felület festék. És igen, az talán azt teszi ezt a képet azzal együtt, hogy tényleg alul is van egy kicsi vibrálás, de mégis fönn azért sokkal, hogy is mondjam, brutálisan vibrál, és az ott valami, nem akarok nagy szavakat használni, de talán azt mondanám, hogy ez egy más világ, ami ott van. Itt van körülöttünk, és hát én is észre sem veszik alkalmaként, hogy milyen világban körülöttünk, vagy mihez vagyunk egészen közel, hogy ez így madarak. És a képeket még érdemes közelről megnézni, és a Reiner Péter barátom, akivel is csináltuk ezt a kiállítást, és Gáborral, Hazár Gáborral, hogy ő mondta, hogy milyen gazdagok madarak ülnének a képeit, és például a testvérenek a Kruverén, a Motinóbele potyognak a talicskába. Nagyon szigyeltem magamat, hogy ezt nem én vettem észre, és én is vettem észre. De lényeg az, hogy egy ilyen modellesztető alap, aki nem nézi, vagy nem ismeri a könyveidet, hogy ebben van egy ilyen
bármit megtehetsz a felület a vászon, és értelmezed, és szórakoztatod magadat, ez egy csúnya mondat, de hogy szabadságod van, és amivel dolgod van, hogy ott vagy a szülei háznál, abban a valóságban, amiben élsz, amit szeretsz. Tehát ahhoz neked egy jogod van azt valahogy elléptetni, kicsit játékossá tenni, lírailá tenni, alkalmanként megállni egy napreventébe, egy égő háznál, vagy bárminél hatás alá kerülni, és alapvetően a szeretet pozíciójából mindent úgy látni, szépen csúnyán, botrányosan, szánalmasan, líraian, amivel ahogy megcsinálod egy más minőséget kap, egy minden részletben azonosítható, és új minőség születik, és arra is születik egy modell, hogy tulajdonképpen lehet úgy nézni ezt a világot, ami mi élünk, ez Magyarország, amiben minden örökséget nézhetünk el elfogadottan, ha valaki olyan gazdagon nézi azt, hogy a kevésbé jó is valahogy belefonja ebben, mert hát így történt, így maradt utána. Igen, és most tehát mások, nem mi ketten, mert te ismered a munkásságomat és a munkáimat, de aki nem nagyon ismeri, vagy esetleg média szinten akar vele megismerkedni, akkor sokszor felületesen ezeket ilyen szociális jelentéseként írják le, hogy mintha egy nyomorúságos vidékről lennének ezek ilyen dokumentumképek. Értem, és csak annyit, ha az elfogadás, és egy szóval a szeretetet veszük, akkor lehetne ilyen értelmezés, de olyan erősen benne van ez az erős elfogadás, aminél egyszerűen nekünk kell ahhoz idomulnunk, nekünk kell ott a világot belépnünk, és akkor már ez már nem azt, hogy csak egy kis olvasat lenne, vagy egy vékony olvasat lenne ez a szoció dolog, inkább csak a környezetnek a... Hát, nem akkor helyetben mondani, hogy csak. Igen, ez így van, tehát igazából nem ez, nekem soha nem jut eszembe, hogy dokumentarista módon mutassak le bármit, és még hogyha a film vagy esetleg egy installációs munka, például a ház, ugye ez egy szinte vitatárgya lett a műcsarnokban, hogy az most micsoda a borzasztó állapotokat tükröz, szó sincs erről, én békében megjelölök mindennel, és amit ábrázolok, abban is természetesen például, én elfogadom még a gumi égetést is, annak a füstjét is elfogadom, hát ott valamivel persze nem szeretnék bele szabulni, de mint látványi elem, ott élünk. Tehát próbálok empatikus lenni, mondjuk még egy traktor gumihoz is, ami ég. És csak így lehet szerintem, és innen visszafelé már minden szép. Még azt is elfogadom. Igen, szerintem, hogy körülbelül így volt ez a spontán beszélgetés, nem készültünk rá, és hogy talán aki nem ismeri, nem tudom, viszont egy belépés kapott az, hogy ezt egy megidézted, és köszönjük, hogy eljöttek, és várjuk a hétről át, ahol egy performance fogunk látni a részletről, ami szintén része sokszor a munkásságodnak, ami részt dokumentálod, nem minden esetben, és annak a lényege is mindig azonos az összes munkád lényegével. És aki megtalálja ennek a lényegnek a közös nevezőt, azt az olvasatot, azt gondolom, hogy gazdagabbá válik ebben a világban, amiben a látványt nézünk, az országot nézünk, képzőszetet nézünk, és az identitást is, hogy hogy lehet itt ott van lenni. Igen, köszönjük szépen, köszönöm Tamás. Még annyit köznék hozzá, hogy még nem lesz megnyitó beszél, ez lehet, hogy nem derült, igen, nem lesz. És először gondolkodtunk rajta, hogy legyen-e vagy ne legyen, és végül is úgy döntöttünk, hogy itt vannak a művek, egy fantasztikus helyen, amit megválogatódva, és itt lesz egy performance, ami még szerintem közelebb hozza benneket. És azt majd lenyomjuk, hogy úgy mondjam, és az várjátok, amit várják meg, és utána még nyugodtan beszélgetek meg, és mondjam azt, hogy hosszú rakozás.